szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Pass of Giants folytatása. Lássuk. No. Nagyjából őt kell fölvinni, azt hiszem. Más nem is nagyon tudok, úgyhogy... Ez így nem igaz. A sárgát is föl tudnám ide vinni. De mindegy, meg meglátjuk melyik a jó. Ez... Hát azzal nem vagyok előrébb. Azt hiszem. Akkor próbáljuk meg fölvinni a sárgát. Zöldike az, az így járt. Ő rajta csak átmászunk. Ugye ez az ajtó ehhez az ajtóhoz, ez a jelöletlen pedig a jelöletlen ajtóhoz kapcsolódik. Oké. És... Nem ezt kellett volna, nem a zöldet lehozni. Biztos, hogy az még előrébb visz, hogy zöldet lehozom. Sőt, igazából biztos, hogy nem visz előrém. Hm. Ja, a kék az majd át tud menni. Jó. Aha, azt hiszem megvan, hogy mit kell csinálnunk. A zöldnek föl kell mennie. Akkor a kékkel át tudjuk rakni oda, a zöld átmegy. Kék ide jön, sárga, mondjuk így előre húzzuk ide, nem biztos, hogy kell. Mindegy, zöld aktiválja azt. Így már valamivel jobban állunk. Zöld fölmehet. Kék... Nem. Kéknek még van egy feladata. Kéknek még föl kell segíteni a sárgát. És akkor a kék meg mehet a kékre. Wuhú! Fél siker! Egy megvan. Közeledünk, vagy sem? Hát, föl tudjuk rakni a sárgát. Elvileg ez a sárga, azt hiszem. Úgy, akkor elérjük a zöldet. Ez jó nekem, vagy sem, az majd kiderül. Aha. Hát... Ja, a sárgát le kell valahogy hoznom. Na, a zöld az föld el tud menni a helyére, tehát azzal nincsen baj.
hogyan tud majd itt lesz? Ó, sejtem. Ugye a sárgát kell felrakni. Leeresztjük. És akkor a sárgán átmegy a kék. Itt meg leeresztjük a sárgát, a zöld meg majd visszamegy a helyére. Úgy bizony. No, nem olyan vészes itt a helyzet. Hát a zöld fölmegy a zöldre, az tiszta sor. Legyen bármi is. Sárga. Kék eddig tiszta nagyjából. Mert más nem nagyon lehet. Ez gondolom ez lesz a kék aktiváló. Oké. Aktiváld a kallantyút. Az miért jó nekem, hogy oda el tud menni? Ezt határozottan nem látom be, hogy azt csinálna valamit. Oké. Menjen vissza. A zöld húzza föl. Ez nem jobb. Mert csak a kék tud itt átmenni. És fordítva is csak a kék tud átmenni. Nézzük meg, mit csinál ez a sárga gomb, mert azt hiszem még nem néztem meg. Aha! Mindjárt más a helyzet, hogy oda föl tudunk rakni egyet. Egy kéket. Mondjuk. Aki egyúttal akkor a jó helyen van. És nem is kell bonyolítanom. Valamennyire ezt a liftet akartam használni, de nem kell. Mindenki a helyén van akkor már. A kék jó helyen volt. Megvan a bogyó, helyes. Hát ez határozottan úgy érzem, hogy... Ez eddig tiszta sor. Hát a sárga tud átmenni ott csak, úgyhogy... Jó. Nézzük meg, mit csinál. Nem, ott csak a sárga tud feljönni továbbra is, úgyhogy igazából mind a kettő álljon erre rá. Akkor az egyik fel tud jönni. Másik. Harmadik le tud jönni. Yeah! És meg is vagyunk. Egyenlőre jó.
Ez nem jó. Az se jó. Kényszerből így kell jónak lennie. Mert nincs más opció. Azt hiszem még egyre jók vagyunk. Azt hiszem még egyre jók vagyunk. Buhú! Azt mondta Wu. Jaj, de jó! Oké. Ezzel csak az a baj, hogy nem jó helyen vannak, és nem tud más kijönni ott. Úgyhogy akkor ez egy reset. Köszönjük! Mert a kéknek kell itt benne ücsörögnie. A zöld föl, akkor ő lesüljed, de nem az zöldike köl. Mint fejtámasz. Ennyi, ennyi. Te elvileg le tudsz repülni. Ja, a zöldikének föl kell másznia, hogy azt a kalantyút meg tudja nyomni. Az valószínűleg ez a lift lesz, tipre, egészen biztos. Még nem tudom, hogy az jó-e nekem, hogy az az a lift. Viszont azt hiszem meghaltunk. Jó. Akkor reset. Pedig a koncepció azt hiszem tiszta, csak valahol elvesztünk. Hogy egyébként nem voltam jó. Azt hiszem az a feladat, hogy egyszerre kell őket kiszedni.
Azt hiszem az a trükkje. Azt hiszem az a trükkje. Mert most vége. Oké. Na ezt nem tetszik ez a része, hogy miért lehet három lépésben halott ágra vergődni? Miért kell egy olyan puzzle csinálni, amiben nem tudok visszalépni? Az miért élvezet az összes ilyen puzzle készítőnek, hogy oké, akkor ha nem jó sorrendben raktad össze őket, akkor meghaltál. Jaj, de jó! Mert az egyértelmű, hogy itt föl kell hozni valamelyiket. Ezen nincs is mit cifrázni. Kérdés, hogy ez az egyszerre időben ez működik. Jó, mondjuk úgy kellett volna, hogy legalább ne ronthassam el. Hát, azt hiszem ez a játék ez itt most tölte meg magát. Tehát ez egyáltalán nem érdekes, hogy akkor most talált ki azt az egy lépés sorozatot, amit a tervezője ki akar találni. Amíg nem találod ki, addig vége. Itt nem tudok lemenni. Itt föl tudok menni, de az ennyi. Haszontalan, itt nem tudok lemenni, tehát csak ezzel lehet bohóckodni valamit. És csak azt, hogy valamelyikek valahol vannak. És ettől nem leszünk előrébb, hogy őt kiugrasztom. Tehát... vagy annak bele kell férnie, hogy... hogy ezt csinálom. Jó, tehát akkor ez gyorsaságba ment át puzzle-ből. Ez ugyanaz a hiba, mint amit kell. Ráadásul ezt nem vittem le, úgyhogy akkor meg is haltunk. Jó, akkor ez se jó. Tehát gyorsaságot nem. Ez sajnos katasztrófa. Erre nem tudok mást mondani. Ezt egy idióta tervezte ezt a pályát. Aki úgy döntött, hogy mi lenne, ha zéró élvezeti faktorát süllyesztenénk mínuszban a játékot. Mi lenne, ha tönkre tennénk? Egy szellemi játékból csináljunk ügyességit, az mindig jó ötlet. Tudod kellően gyorsan kattogtatni a figurákat? Nem? Hát akkor kár. Mert ez ennyiről szólt volna, hogy legyél elég gyors. Mondjuk ezt le lehetett volna itt is hozni. Annyit megadhatunk neki. Sőt, azt hiszem ez már itt igazából nem is kell.
miért ne kéne, mert még azt még ott kell fölkergetni. Ja, majd itt föl tudjuk hozni, jó, akkor legalább azt már nem ezen múlik. Akkor csak egy gyorsasági játék volt. Hát, ezt nagyon negatívan tudom csak értékelni, ezt a puzzle szakaszt. Kár. Nagyon kár. Ó, és valahol akkor nem kaptunk meg egyet. Egy kulcsot. Fogalmam sincs hol és miért nem. Mert amennyire tudom, az összes ilyet elpusztítottuk. És most hogyan tovább? Aha. Jó. Nyilván ez. Én nem tudom, hogy lesz rajta kettő, hogy itt fel is tudjunk mászni. Aha, így. Legalábbis ezzel segítünk. Ott egy létra. Az is valami. Aha. És azt hiszem meg vagyunk most, jap. No. Miért nem ugrasz ki? Na jó. Akkor azt hiszem megint bele tudtunk futni abba, hogy ezt egy nem normális tervezte. Akkor ezt hagyjuk. Ez ennyi volt. Ezzel meg is halt ez a játék.